Sziasztok, Ádám vagyok, Tech2.hu-t nézitek, és a Lenovo ThinkVision Pro 2840 M-típusú monitort láthatjátok, ami a gyártó olcsó $800, tehát tényleg egészen kedvező áru, 4K felbontású kijelzője. Ez tulajdonképpen ezen a 28 colos képátlón 3840x2160 pixelt jelent, ami rendkívül szép felbontás még ezen a méreten, és közelről is jól néz ki, illetve a betekintési szögek is tökéletesek minden irányból, amelyet jól reprezentál ez a néhány színes kép, ami megjelenik a készüléken. Ahogy látható, érintő kijelzőnk nincs, szimplán csak fényes felület van a készüléken, amit mondjuk egy kicsit sajnálhatunk. Átlagos szélességű keretünk van, valamint itt, hogyha alul megnézzük, érintő gombokat kapunk a monitor vezérléséhez. Itt látható, a kezek zölden világít egyébként, illetve csak a bekapcsoló gomb világít alap esetben. Ez mindjárt elhalványul, illetve kikapcsol, ahogy most látható is volt. Itt a jobb oldalon találunk a monitor oldalán egy hangerőszabályzó gombot, hiszen került bele hangszóró is. Illetve, hogyha a másik oldalról nézzük, egészen kellemes, vékony kialakításunk van. Ide a bal oldalra került több csatlakozó is, van 3 darab USB port, amiből 2 USB 3.0, valamint van egy audio csatlakozónk is. Egy eléggé masszív nagy kerek talp van, ami egy nagy fém csőben folytatódik, és ezen állítható meg a monitor, ami igazából forgatható is. Megnézzük a csatlakozókat, illetve megpróbáljuk megnézni. Láthatjuk, hogy van DisplayPortunk, 2 HDMI-nk, illetve USB csatlakozónk is, ahhoz, hogy ezt a számítógéphez csatlakoztassuk és multimédiás hubként használjuk. 2-3 wattos hangszórót tartalmaz beépítve ez a ThinkVision Pro 2840M-es monitor, és tényleg az egyik legolcsóbb 4K-s monitor lehet majd a piacon. Várhatóan 2014 márciusában fog megjelenni a egyes országokban. Azt még nem tudom, hogy Magyarországon lesz-e belőle. Ez volt a Lenovo ThinkVision Pro 2840M 4K felbontású monitora. Kövessetek minket továbbra is a tech2.hu-n. Sziasztok!